Hát arról beszélgettünk a beszélgetés előtt, hogy miről fogunk beszélgetni, és nem sikerült kitalálni. Még olyan terv is, hogy én kérdezem Konop Pétert, mert ehhez vagyok hozzászokva. És hogyha nagyon nem menne a dolog, akkor állni egy ilyen kötözfogás minimálba. De az úgy tűnt, hogy nem volt jó terv. Szerintem kiváló terv volt egyébként, én mindig szívesen beszélek magamról, de az ideje, hogy egy kicsit rólad beszéljünk, mert ugye mégiscsak szeretettel köszöntök mindenkit, azért gyűltünk össze, mert Dévényi Szakkolyaga úr, az egykönyves szerzők purgatóriumából belépett a kettő könyves szerzők átmeneti mennyországába. Ugye, hogyha ha csak kettőig tudunk számolni, mint Hans Fallad, a Forza, ugye a Fridolin, a Prima, Timasz Borzba, akkor az egy-kettő sok, tehát innentől ez már a sok könyves szerzőbe fog a következő kötetével tartozni. És hát itt tényleg próbáltunk ilyen koncepciót kialakítani erről a beszélgetésről, hogy miről fogunk beszélni, de aztán úgy döntöttünk, hogy megiszünk előtte két-három sört, és akkor ennek megfelelően zajlik a beszélgetés, ez nem jött össze. Azért nem jött össze, mert összedőlt a MÁV, és ugye Budapestről 10 km-re lakom, onnan bejutni autó nélkül, hogyha MÁV... Most a beszélgessünk rólam rész. Nem, ez már az átvezetés rész. Az átvezetés rész még, hogyha 10 másodpercet vártál volna. És erről nekem az jutott eszembe, hogy a Krasznahorkainak az ellenállás melankóliájában a világ széthullásának az egyik ilyen folyamatos metaforája az, hogy kikopnak a vonatok. Már nincs közlekedés, már nincs menetrend, még néha jönnek, néha mennek. Egy kicsit a könyvedben is ezt a széthullást éreztem, most ezért elég közhelyesen hangzik. Ahogy olvastam, folyamatosan nekem az volt az érzésem, hogy egy széthulló, ugyanakkor persze valamilyen úton járó világról van szó. Nem tudom, igazából ez lenne a kérdésem, hogy egyrészt én mennyire éreztem jól, másrészt valóban látod-e, hogy hullik szét ez a világ, vagy csak én képzeltem bele, mert én azt hiszem. Hát, hogyha elképzeled, hogy milyen volt a választás, utáni első nap felébredni és neki politikai publicisztikát írni. Ugye az volt a kérdés, hogy miről, minek, kinek. De igen, valahogy megoldotta az ember ezt a feladatot, mert nem könnyen egyébként. Az a fura, hogy én ezt 2 évvel ezelőtt kezdtem el írni. És aztán úgy történtek a dolgok, meg az lett belőle Magyarországon, magyarokból, ami meg ahogy, hogy én úgy érzem, hogy egy csomó mindent véletlenül ugye eltaláltam. Ugye ez egy elképzelt jövője Magyarországnak, ami hát aztán az alapsztorit azt azért le lehet lőni, hogy arról szól, hogy a német autógyárak egyszer találkozzák el azt, hogy elhagyják Magyarországot, mert ez a gazdasági világválság, amit amikor elkezdtem írni, hogy sehol nem volt, tehát akkor még javán még Habzsi-Dőzsi. Szóval a 3 vagy 4 autógyár, akkor 4 egyszerre, és hát ez nem tesz jót majd a magyar gazdaságnak, társadalomnak, országnak semmi, és hogy mit lép erre a hatalom, és hogy mit lép erre a propaganda, és hogy fogadja be ezt a közönséget. Ami ilyesmi volt a történet, és hát egyszer csak, mire én lassan írok, nem tudok hosszan írni, tehát engem mindig lenyűgöztek az ilyen 20 ezer karakteres publicisztikák, szerkesztőként is, hogy küldök egy anyagot István, próbáltam sűríteni, szerintem sikerült, és nézem 20 ezer karakter. Mit, hogy? De te tudsz hosszan írni egyébként? Én nem tudok hosszan írni. Én az 5000 karakterrel vagyok így, aztán ez képtelen vagyok. 5000 karakterrel nem lehet megírni semmit. Pont tegnap szólt Tóth Avi, hogy írjak már 5000 karakterrel. Hát igen, a HVG azt szereti, igen, mert onnan van nekem is 5000. Hát nem is tudtam elkezdeni még. Szóval, hogy ezért ment lassan, mert hogy úgy alakult a történet. Mikor az első könyvet írtam, akkor annyira nem tudtam, hogy én könyvet fogok írni, és úgy bennem volt valami, és elkezdtem leírni, és annyira nem tudtam, hogy könyvet fogok írni, hogy ezt nem adják el senkinek tőlem, nem mondjátok el senkinek, internetes oldalakon nézegettem, hogy hogy kell könyvet írni. Mert ugyanis elkezdett hosszú lenni. Tehát, hogy már túl volt azon a karakter számon, mint amit én életemben valaha is összehoztam, és gyanús volt, hogy ez már egy hosszabb történet, tehát ez már olyan könyvszerű valami. Szóval mondtam, oké, basszus, de ez már feladat, tehát nem, hogy a könyvet megírni. És elkezdtem nézni az internet, hogy kell könyvet írni, ilyen szakportálok vannak erre. És ilyen ötletek voltak, hogy melyik szereplő honnan fog hova jutni, meg a karakterére mi történt, vázoljam föl, meg írjam körbe, meg
Az se rossz, hogyha van egy nagyon nagy pacepaó otthon, és ki vannak rakva a szereplők, ki milyen viszonyban lesz egymással, tehát ilyen izéket is jelöljük. Elképzelem, hogy szedni a deket, tehát hogy nagyon hagyjuk a francba. De én is már, tehát én is már, ez egy megoldhatatlan feladat. Kos vagyok ráadásul, tehát nagyon szeretem az ilyen rendszerbe szervezett dolgokat, és gyatereztem, hogy ilyenekben nem hiszem. Nem értek hozzá. Hát Adolf Hitler és Mohamed Profitában születtem egy napon. Ezt már na ugye. Szóval, és mondtam, hogy de ez így lehet, ez képtelenség. Tehát így biztos, hogy nem lehet regényt írni. És én velem az történik, amikor regényt írok, hogy fogalmam nincs, hogy mi történik. Tehát leülök, és én nem tudom, hogy mi lesz a fejezetben a szereplőkkel, mi fog történni, hogy hova szalad ki a történet, hogy Volt olyan, hogy én magam meglepődtem egy fejezet végén. Basszus. És ez egy nagyon érdekes érzés. Ezért imádom egyébként ezt az egész. Sokkal másabb, mint cikket írni. Ott mindig van valami eleje, vége. Vagy jó, hát ennek is van írna mele. De hogy ott tudja az ember, hogy honnan, hova. De én amikor ezt a regényt is írtam, akkor tulajdonképpen megtörtént velem az, ami a szereplőkkel megtörténik. És ez egy elképesztő érzés, hogy ott vagy, és nem tudod, hogy mi van. És olyan, mintha egy mozit néznél. Tehát, hogy én úgy írok, hogy peregnek a képek, megy a film, és én csak leírom azt, amit látok. Nagyon fura, és rá lehet kapni az ízére. Tehát, az idő után már úgy van. Még minden nem válaszoltál a széthullás. Tehát így beszéltél sokkal. Ó, persze, mert nem tudok válaszolni azért. Hát, Nem, várj, szerintem térjünk oda-vissza, hogy milyen volt publicisztikát írni 4. éreggel. Ugye ebből indultál ki, aztán elmentél a regényírás felé, mert is ilyen érdekes. Egyébként én is írok szerintem máshogy, nem tudom, máshogy nem nagyon lehet, illetve lehet. Én nem igaz, hogy nincs vége. Mindig szerettem volna egy olyan könyvet olvasni, mert az utolsó mondatban szerep az, hogy no candy. Hát ez szerintem például van. De hogy a széthulláson én azért lovagolnék ilyen értelemben, mert az első könyvethez képest, ugye az bemutatta a bizárságait egy rendszernek, egy működést. De nem éreztem benne ezt a fajta, hát ebben én kétségbeesést éreztem ebben a könyvben. Lehet, hogy ez megint csak a saját kétségbeesésemet vetítettem bele, de hogy egy kicsit azt a kétségbeesést éreztem, hogy időnként, amikor a kötött fogásban így nagyon felmegy benne a munka, és hosszú monológokban küldeszem mindenkit a francba, és közvet, hogy az egész rendszerrel nagyjából már mindig általában vége, most nem a kicsi rendszer része eleget van, és tényleg mindenki megy a sunyiba. Hogy ez nem egy ilyen mindenki menjen a sunyiba a könyv valahol? Most megfogtál, mert ugye arra a kérdésre kéne válaszolni, hogy mire gondolt a költő. De te vagy a költő. Oké, de ez egy furcsa helyzet, mert a kérdésre nem szoktak, vagy nem szoktunk válaszolni. Jó, elmondom, hogy indult. Ez úgy indult, hogy nem így indult természetesen, hanem beszélgettem valakivel, aki egy bántalmazó kapcsolatban volt benne, és vagy már kilépett belőle, neki sikerült kijönni ebből. És ahogy elmesélt a történetét, azon gondolkodtam, hogy baromi érdekes, hogy milyen egy narcisztikus pszichopata, hogy akinek nincsenek érzései. Hát mert a puzsért nincs itt. Szóval, hogy ez nagyon furcsa, bocs, Robik, hogyha ne találok, nem úgy gondoltam. Szóval, hogy ez milyen furcsa érzés, hogy nincsenek érzések. Hogy ezt én, mint valószínűleg nem narcisztikus pszichopata, el sem tudom képzelni, és ez mennyire valami izgalmas lenne megírni. És megírtam a könyvnek az első fejezetét, ami nem ez volt, hanem akkor nem narcisztikus pszichopatát próbáltam megformálni. És megmutattam ezt az illetőnek, és azt mondta, hogy ez úgy szar, hogy... Tehát, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy milyen, amikor valakinek nincsenek érzései. És közben gondolkodtam egy másik történeten is, akkor már jártam az országot, hogy nagyon szerettem volna megírni azt a semmit, amit az ember elmegy egy ilyen 100 fős faluba, és valahogy ezt érezni. Hát már maga az utazás oda az is, tehát, hogy és a megérkezés, hogy a nagy üdös semmi. Tényleg, hogy nincsen közösségek, hogy nincsenek hétköznapok sem, már hétköznap is csak egy önmagát ismétlő valami. Tehát, hogy ezt a nagy semmit. És
abból is írtam egy fejezetet, és azt éreztem, hogy a semmit megírni egy regénybe, ahhoz sajnos zseninek kell lenni. És az nem én vagyok, sajnos. De nem tűnt annyira rossznak. Úgyhogy volt egy rossz pszichopatás fejezetem, meg egy rossz falusi fejezetem, és arra gondoltam, hogy én ezt nem dobom ki, hanem akkor legyen az, amit valamennyire értek, a média világa, meg a propaganda világa, és tartsuk meg ezt a két szereplőt, és hát azzal szivattam magam ugye a regényben, hogy az egyik szereplőnek a része az egyfajta stílusban lett megírva, a másik szereplője egy másik fajta stílusban. Erre már olvastam is most ilyen hozzászólást, hogy nagyon sematikus a vidék ábrázolása Dévényénél, így képzelik el Budapestről a vidéken. És annyira jó, hogy igazából én a saját életemből veszem ezeket a vidéki példákat, hogy mennyire furcsa, amikor Budapesten elképzeli egy kritikus, hogy az író miért képzeli el rosszul budapestiként a vidéket. Nem? Tehát ez ilyen, miközben szerintem még olyan is van, aki magára ismer, a vidéki ismeréseim közül, hogy ez vagy az a kis momentum vagy pillanat. Szóval így indult a történet, és én ezt szerettem volna aztán a kettőt összegyúrva azt megmutatni, hogy az a világ, amit én egy picit ismertem, és aztán már utána már nem ismertem, de látom, hogy hova jutok, mondjuk ezt nevezzük a propaganda világának, hogy mennyire nem érzik át azt, hogy mit tesznek. Tehát mi kívülről, vagy ti kívülről azt gondoljátok, hogy ott ilyen gonosz emberek ülnek, és napi 24 órában azon töprengenek, hogy hogy a fenébe lehetne ezt a világot még szarabbá tenni. Hogy zígyül, hogy ő. De közben meg nagyon sokszor, ahogy ezt olvastad, ilyen jön egy ötlet, csináljuk meg, buli van, tudom én, röhögünk. És ezt akartam megmutatni az egyik oldalról, hogy milyen az, amikor ez egy bulika tulajdonképpen. Jól vagyunk, mi vagyunk a sikeres, mi vagyunk a győztesek, mindig mi vagyunk a győztesek. És az, hogy a szavaknak milyen ereje van, az nem is értjük és nem is érezzük, sőt, fel se fogjuk. És a másik szereplő pedig, ő meg az, aki ennek az egésznek az áldozata. És ezt akartam megmutatni valahol, hogy milyen az, amikor valaki maga alá hengerel a propaganda, tulajdonképpen kitölti a minden pillanatát az életének, mert már csak ez ad neki valami a létezési keretet, mert a többi, a hétköznapi létezési kerete az már akár szar. De ez valami többet ad, valami nagyobb, most így valami nagynak tud a részese lenni, és neki ez az élete, és ez hogy születik meg? Úgy, hogy adott esetben az újságíró bebaszott egy kocsmába a többiekkel, és kitalálták, hogy írjunk valami fasságot. Tehát, hogy én ezt szerettem volna megmutatni, mert beleláttam ebbe a világba, láttam, hogy működik. Tehát biztos lesznek olyanok, akik majd elolvassák ezt a könyvet, hát olyanok lesznek. De hogy miközben olvassák ezt a könyvet, akkor azt fogják mondani, hogy ja, ez a izé, meg ja, ez a izé. És nem tudom azt mondani, hogy nem. De nem róluk szól. Tehát ez nem XY publicistáról szól, nem XY főszerkesztőről szól, hanem a jelenség akarna szólni. Én próbáltam kulcsregényként olvasni, tehát hogy igen, behelyettesíteni a figurákat, bár én nekem is az jött le, hogy ez inkább valami, hogy mondjam, mint egy ilyen misztérium vallásnak a közepe, tehát egy kis lábacska innen, egy kis korona onnan, egy kis anyagaszárja onnan, tehát hogy összerakott. Ami nekem viszont feltűnt, ugye igen, a semmiről beszéltél, és itt valóban tulajdonképpen kétféle semmi haladt párhuzamosan, hogy aztán a végtelenben találkozzanak, és legyen dokedni a végére. Hogy igen, a vidéki rész, azt helyenként én is, mint Pestről vidékre szakadt, nem tudom, lumpen értelmiségi, néha jelnagyobbnak éreztem, aztán utána mindig eszembe jutott, hogy de hát én ezeket az embereket ismerem a kocsmából, vagy együtt szoktam velük vásárolni a boltban, és hogy ez tulajdonképpen egy valóságos létezés. A másik semmi, az nekem ilyen szempontból persze, amúgy is volt, tehát tényleg ilyen spoilerezés nélkül, mint hogyha mondjuk egy ilyen magyarra vágott amerikai pszichó és egy ilyen szociográfia futna együtt a tényleg ezekben a párhuzamosokban, hogy ugye a Béti, a főszereplő, az egy ilyen sztárpublicista, tehát az Isten király, akinek ott könyörögnek a szerkesztőségek, meg a rádiók a szövegeire, jegyzeteire, és itt fantasztikusan tud, ő a csúcs. És ugye a szövegeit beilleszted időnként, amit ír.
És ezek baromi sematikusak. És nem hiszem, hogy azért, mert te sematikusan írsz, hanem azért, mert hogy ezek a szövegek, ezek önmagukban nem tükröznek semmit. Igazából még azt sem éreztem, hogy tükrözik, hogy most jó, berúgott, és akkor bánatában írt, bár ez mindig ugye megvan mondva, hogy hol hall, hol onnan jön be egy fordulat, és aztán arra hegyezik be a szöveget. Hogy, és amikor kulcsregényként próbáltam olvasni, akkor rájöttem, hogy valószínűleg azért nem tudom kulcsregényként olvasni, és azért nem tudom ugye behelyettesíteni a figurákat, hogy ez itt most XY-t, mert hogy ezek a szövegek mindegyformák. Hogy a propaganda szövegei, tehetség ide, tehetség oda, valamilyen szinten propaganda szövegek. És te is, amikor reciklálni akarod és meg akarod mutatni, hogy milyen a propaganda szöveg, akkor nagyon jó propaganda szöveget írsz. Tökre el tudom képzelni ezeket a megfelelő orgánumokban. Szerintem tök jó fizetének érte, lehet, hogy jobban, mint egy regény. Ki tudja, de hát ugye... Erre kérdezte azt a nagyobb fia, hogy apa, hogyha lenne időképet visszamennél oda, amikor felmondtál az NT-ben. Szóval elgondolkodtam a válaszon. Igen, te, mert neked erre már megvolt a válaszom. Ennél, amikor mondják, hogy a kiábrándult fideszes, van egy pár ilyen ismerős, hogy az a fajta üresség, ami a személyes üresség a figurának, akinek egyébként, sokkal több emberséget raksz még így is a figurába, mert van benne, tehát ő igazából időként szenved, meg egy kis lelkiismeret furulása is van, meg tulajdonképpen unatkozik, azt hiszem alapvetően rettentően unja magát. De hogy a propaganda, mint henger, mint önmaga működése, ami egyébként aztán maga alá gyűri ezt a vidéki figurát, aki meg magában reprodukálja a propagandát, ez, nem tudom, ez szerinted mennyire létezik? Tehát mennyire hat olyan értelemben a propaganda, hogy a semmiségével, amit a fejekbe súlykol, működik, vagy kell-e hozzá tényleg akár zseniál? Van-e zseniális propagandista? Igazából talán ez lenne a kérdése. Van. Szerintem van egyébként. Vagy volt. Most már nem annyira jó a fickó. Ja, mondjam. Ez nem te kulcsregénynek venni, hogy kire gondolsz. Igen. Vagy azért van, mert vagy az egész propaganda azért egy furcsa képződmény. Én, amikor még fideszes újságíró voltam, akkor még volt a kilengésnek. Tehát még volt az, hogy van a központi bizottság által várt irány. Sőt, hát neki még voltak olyan értekezleteink a közmédiában, hogy azon gondolkodtak a főszerkesztők, hogy vajon mi tetszene a hatalommal. Ez egy újságírói szempontból lehetetlen állapot, amikor azt meggondolkodik valaki, hogy kéne megtalálni. De ott még azért voltak lehetőségek, tehát mi a heti választán mi voltunk az ember arcú orvánisták. És mi még írhattunk olyan dolgokat, amik most már ilyen egészen meredeknek tűnnek visszanézve. Hát én írtam, Wecker Viktor címmel írtam egy cikket, a publicisztikát, ami akkor történt, a Kossuth Lajos téren volt ez a hosszú tüntetés, aminek Orbán Viktor azt mondta a végén, hogy felhúz egy órát, és majd kimennek, és amikor csörög az óra, ott lesz vége a Gyurcsány korszaknak. És aztán csörgött az óra, lett vége a Gyurcsány korszaknak, és hogy én megírtam ezt a cikket a heti válaszba, hogy úgy kezdődött, hogy Orbán Viktor elkúrta. Nem kicsit, nagyon. Tehát, hogy képzeljük el ezt most egy jobboldali lapban, vagy egy kormánytámogató lapban, kormánypárti lapban. Tehát, hogy még akkor működött valamennyi, de ezek lezárultak, ezek az utak, és valóban ez a semmi maradt. Van egyfajta irány, amikor beszélgetek a volt kollégákkal, és kérdezem őket arról, hogy olyan nincs, hogy egy hatalom mindent tökéletesen csinál, nem? Tehát ez képtelenség. De biztos van olyan, ami neked se tetszik. Ezek, hol vannak ezek az anyagok? Tehát, hogy nem, néha egy kicsit morgolódni meg valami. És ezek már nincsenek, nem születhetnek meg. És akkor nagyon könnyű, mert át kell nézni csak az ellenzéki oldalra, és megnyugszik az ember lelke, nem? Tehát lássuk be, hogy kicsit mi is ezt csináljuk, nem? Hogy erőt kell gyűjteni, akkor csak átnézel az ellenzék oldalra. Jó, akkor még csak a másik oldalra meg még könnyen. De hogy nem marad más, már csak sablonok maradnak, azt kell valahogy nagyon ügyesen összerakni. Egy irányban. Most egy irányú újságírás még nincs szerintem, tehát innentől kezdve ezeknek az embereknek, akik politikai újságírás szerűséggel foglalkoznak a kormány oldalon, az az egy lehetőség marad, hogy a saját stílusukat mégiscsak belevigyék valahogy, hogy valami újszerűt próbáljanak meg, miközben nem lehet újszerűt mondani, és hát ebből lesz a semmi egyébként, igen. Csak hát azt látjuk, hogy a semmi az
3 milliót ér. Vagy a semmi kiváló milliót. Úgy van. Egy kicsit ki is tértél rá most az előbb erre az alapérzésre. Ugye, hát ez itt a politika bugyrairól is szól, illetve alapvetően arról szól az a főszál, és ugye a politika is a média bugyrait. Most így próbálom felidézni, lényegében az egész könyvben, ahogy végigolvastam, ebben a bugyorban és általában az alakulásában a dolgoknak egyetlen egyszer sem szerepel semmiféle utalás arra, hogy Magyarországon létezik valami, amit ellenzéknek nevezünk, vagy annak a másik oldalnak. Nekem ez tulajdonképpen érdekes volt, és nekem is ez az általános képen, de ugye szándékos, hogy egyszerűen annyira hidegen hagytak, és annyira nem érintettek meg, hogy eszedbe se jutott bele. Az a dolga, hogy eddig eszedbe se jutott. Hogy ebben a relációban, hogy van a propaganda és van a propagandának az áldozata, ott az ellenzék, az miként jelenne meg. Jogos egyébként, az is elgondolkodtam. Hát egyébként részben az, hogy tehát igazából még az is esetleges, hogy melyik propaganda is ki az áldozat, és azok áldozat mit gondol. Én úgy gondolom, persze nem kérem ezt rajta száma, nem kellett volna beleírnod az ellenzéket, csak feltűnő volt a hiánya, és szerintem jellemző egyébként, nem rá, hanem a világunkra. Még valami, ugye az első regényethez képest, azt kell mondjam, meg általában véve is, tehát így ebben a kötetben túlteng a szex és a szesz. Méghozzá ugye abban a formában, hogy nekem mind a kettőtől két hétre elment a kedvem. Tehát egészen elidegenítő effektus, sokat használsz ezzel kapcsolatban. A változás... Hát mit kell abba hagyni? Köszönjük szépen! És akkor a változás érdekelne szerintem. Ugye szoktunk arról beszélni, és most láttuk is az elmúlt hónapok, fél év, mint tudom én, politikai kommunikációjában, hogy például a szexbotrányok mennyire fontossá váltak. Azért ennyire ezek nem voltak általánosak Magyarországon. A szexbotrányok tupírozása és újragondolása is, mindenfélének az előásása. A szexbotrányok annyira nincsenek, hát vannak olyan politikusok, akik ezeket rendszeresen szállítják, de abban már különösebb botrány nincsen. Tehát ez hatott erre arra, hogy egy, hogy mondjam, antierotikus történetet kaptunk? Persze. Tényleg, viccelek. És kire kezdtünk, hogy egyébként most belegondolsz, hogy miket olvastál? Nem, várjál, félreértés, ne essék, nem tudom, mennyire annyira spoilerezni nem lehet, vagy nem célszerű. Tehát itt nem a nemi leosztásokkal van nekem probléma, hogy leírod az elidegenedett szexet. Meg egyébként az elidegenedett szeszt, mert az is lehet elidegenedett. Az ember fogyaszthatja társasági eseményként, fogyaszthatja kommunikációként, bánatként, örömként, mindenként, meg fogyaszthatja csak úgy. Csak úgy, mert már máshogy nem megy, és ebben a csak úgy, mert már máshogy nem megy fogyasztáson. Egyébként itt a két főszereplőnél vagy vezérfonalnál, hogy mi volt a kérdésem? Ja, hogy mennyire hatnám? Igen, tehát hogy ez mennyire tükrözi már megint azt, amin én folyamatosan lovagolok, hogy ugye a világunk változott, te is változtál egy kicsit, és ez a könyv ez sokkal keményebb, mint az első könyv volt. Hát már keményebb a helyzet is, nem? Most ez egy nagyon... Ezt próbáltam a szárdon ágni, hogy mondjad már. Hát a sűrítés művészetet eltört. Igen, hogy maga a kilátástalanság az nem feltétlenül csak azt fogja sújtani, vagy az fog beleütközni, aki valami más gondol a világról, mint amerre tart körülött a világ, hanem adott esetben azt is, aki egyébként kvázi az élen együtt robog ezzel a világgal. Tehát, hogy valahol az én fejemben egy ilyen nagyon furcsa, bár én erről csak hallottam, ugye 73-as vagyok, tehát a Kádár rendszerek már csak a legvégét éltem meg kamaszként, hogy a Kádár rendszerre mondták azt, hogy a értelmiségi ember nem sok mindent tud csinálni, hanem hogy valahol próbált menekülni, és hát hova lehet menekülni, hogy hol tud menekülni egy értelmiségére. Mondtam, hogy alkoholista lett, vagy... Hát ez úgy szólt a mondás, hogy két utál az értelmiség előtt, az egyik az alkoholizmus, a másik járakat. Igen. És hogy valami ilyesminek tűnik most ez a világ. Tehát, hogy ugye, mondom én a Kádár rendszerben csak azt láttam, hogy milyen abból kifelé menni. Itt most azt nem tudom, hogy befelé megyünk-e még ebben a világban, vagy épp a közepén tartunk-e, senki nem tudja. Ugye 4 évente azt gondoljuk, hogy kifelé megyünk, aztán kiderül, hogy befelé megyünk. Tehát összealakjuk, akkor lehet, hogy nem tudjuk, hogy fogalmunk nincs, hogy hova tartunk, hogy hol vagyunk éppen. De hogy az a érzés, amikor az nyomja az ember vállalat, hogy nem tud megváltoztatni a világot, hiába gondolod azt, hogy neked van igazad, az nagyon nyomasztó tud lenni. És szerintem nem csak az ellenzéki oldalon. Tehát, ugye én azért
rengeteg emberrel együtt dolgoztam az elmúlt 2-3 évtizedben, és egy-két híd még nem égett föl, próbálom azért valamennyire tartani a kapcsolatot, egyre nehezebb egyébként. És azért ott is ott van az, hogy azért nem minden tökéletes, hogy nem minden, de ahogy a egyik kedvenc volt főnököm mondta, ugye arccal a kassa felé. És mindenkinek megvan a maga története, tehát az, hogy nem történik, nincs forradalom, vagy nem szeretnék forradalmat egyébként, mert azt nem tetszene, de hogy nem nagyon történik semmi, és mindig meghallgatja az ember az egyéni sztorikat, az mindig egyesével érthető. Neki gyereke van, neki lakáshitele van, neki lakáshitele lesz, ő felvette a csokot, ő fel szeretné venni a csokot, ő közmunkás, neki a fia közmunkás, ő az önkormányzatnál dolgozik, ő jobban akar lenni a polgár, és mindig mindenkinek megvan. És ez a sok egyéni apró történet, ez aztán összeáll egy ilyen nagy büdös valamivé, amiből aztán az van, hogy 4 évente megint arcra bukunk, megint arcra bukunk, megint arcra bukunk, és nem mint ellenzék, hanem mint akik ennél a jelenlegi állapotával is szebb jövőt gondolnának ennek az országnak, meg ennek a társadalomnak. Ez egy darabig megy, és aztán eljön az a pillanat, amikor már azon gondolkodik az ember, hogy tulajdonképpen mire is tettem fel én az életemet? Ezt a népet jobbá tenni. Ez egy nagyon szép kihívás, de hát újságíróként ez nyilván nem fog menni, és fog elkeresni valami mást. És ez megvan a másik oldalon is egyébként. Tehát azok a, most akkor én is próbálok nem spoilerezni, azok a részek, amik arról szólnak, hogy amikor emberünk találkozik a saját közönségével, hogy az milyen, és az nem olyan, mint ahogy ezt ő elképzelte, meg ábrándozott róla, az pont erről szól, hogy ott ül a figura, és azzal szembesül, hogy az a világ, aminek a teremtésében ő tevékenyen részt vesz, és meghatározó szereplője, az unti. Az nem olyan, mint amit ő szeretett volna. Nem ezt akarta, de a csodródi aztán meg már nem nagyon lehet ebből kiszállni. Úgyhogy ezért ilyen karcos, ha úgy érezted, hogy pont ez a két szereplős rész, hogy itt én tényleg azt gondolom, hogy ennek mindannyian áldozata vagyunk, ami történik velünk, és azok is egyébként, akik azt gondolják, hogy nem azok. Hát tulajdonképpen a dolog működtető és győztes, is minden cinikus propagandista, ami ott zokog egy horolt világ megváltó, úgy gondolom. Szokott a kötött fogásba is, szerintem már a szabad fogásba is időnként előkerült. Nem ott, nem ott, azért valószínűleg nem, de a kötött fogásba igen a híres, ugye, mint a Kalambó felesége, meg a Hoffi Géza anyós, a fideszes ismerősöd. Olvastad ezt a könyvet? Nem olvasnak ilyeneket, mert az összezavarná őket. Azért sem, mert ugye a te személyes ismerősöd, és azért csak a Dévényi kedvéért. Nem, biztos, hogy nem fogja. Nem, jó, nem jelentettem ki. Én viszont elolvasom a cikkeit, amiket ír. És gondolom, hogy milyen vagy ez, vagy az nem tetszett most a tartalmától függetlenül, tehát inkább ilyen szakmai dolgokat. Tehát nem fogják elolvasni, és nem azért, mert én írtam, vagy mit tudom, arra szól, amiről, hanem tényleg úgy jó, hogyha nem kavar be semmi ezeknek a világképeknek. Addig nyugi van, azért addig mégiscsak úgy el tudsz lenni benne, és onnantól már egy kicsit már nehezebb lenne, gondolom én, de azt gondolom, hogy az is megoldulna. Tehát, hogy most már olyan szinten túl vagyunk minden ilyesmin, hogy az egy várándítás is, akkor azt tudod mondani, mindig fogsz találni valamiféle kis kapaszkodót, ami kiránt abból a lelki mocsárból, ahol éppen keverednél az épp aktuális saját közéleti problémáid, vagy politikai problémáid miatt. Mindig lesz valami, amire rá tudsz mutatni, hogy de az a rosszabb. Mindig, nem ezt csináljuk most már, nem tudom, 3 évtizedre, nem? Tehát, hogyha bármilyen probléma van, mindig azonnal átmutatunk a másik oldalra, hogy de ott is volt. Az nagyobb volt. Jó, nem volt akkora, de majdnem. Ők kezdték. Tehát, hogy mindig is ez roppant egyszerű, mert mindig ad egy fogóckodót ahhoz, hogy ne kelljen szembenézni a jelennel. Én meg azt szerettem volna, hogy egy kicsit nézzünk szembe a jelenen, mert én magam is, amikor írtam, szembenéztem a jelennel. Tehát igazából nem a szexuális része. Az lett volna a kérdés, de hát akkor innentől tártalan, hogy vajon azon az oldalon a recepciója ennek milyen. Tehát így
Nekem valami életteli a figura, akit leírsz, mármint az enerváltságában és unottságában életteli. Úgy értem, hogy húsvér alapnak tűnik. Hogy egy ilyen, akikről mondjuk mintáztat konkrétan senkiről tudjuk, de hogy a jelenség szembesülvel akkor vajon mit gondol? Én azért biztos vagyok benne, hogy lesz a télolvasa, és lesznek majd erről csúnya kritikák. Vagy tényleg gondoltad, hogy ez annyira monolit már, hogy ennyire sem néznek ki egymásból, és hát egymásból is magukból? Ez érdekes egyébként, mert ez akkor ilyen értelemben még sokkal zártabb még annál a másik szubkultúránál is, ami a politika vérét szívja, mert azok legalább ugye próbálnak kifele nézni és reflektálni a történetre. És abba azért reménykedem még egy picit, hogy túlódóra ledarálja. Tehát, hogy az nagyon kéne, de nem biztos, hogy össze fog jönni. Nincs, ez monolit. Most már nagyon. Tehát, hogy nincs nálam a telefonom, de ma reggel kaptam a másik fideszes ismerősömtől. Ennyi van? Van egy pár még, igen. Hogy azt írta nekem, hogy nekem szó szerint visszaidézni. Tehát együtt alapítottuk a Fideszt, tehát otthon sátor a jó helyen. Hát most ebből azt hiszem, lesbukott szegény. Mindegy. Nem voltunk túl sokan ugye sátor a jó helyen. Nem egy akkora település, hogy tele lenne a Fidesz alapítóknak. Szóval együtt alapítottuk, egy csomó mindent csináltunk, de sok egy barátok nem voltunk, de közeli haverok, minden, és viszonylag sokáig egész jó kapcsolatot tudtunk maradni, mert azok után is, hogy én ugye áruló már lettem. Azt írta nekem ma reggel, egy SMS-ben, hogy az a baj a magadfajtával, ami egy erős kezdés, tehát 30 év közös idő után, az a baj a magadfajtával, hogy azt gondoljátok, hogy a kétharmadnak nincs igaza, miközben ti vagytok a hazaárulók. És ott gondolkodtam reggel, hogy most erre válaszoljak. Elkezdtem írni, hogy figyelj, pont, következő ilyen fasságnál letírtatok a picsába, és nem fogok veled szóba állni. Aztán kitöröltem. Hagyjuk, mégiscsak közös mód minden. És azt írtam vissza neki, hogy ne fasznak is szól ilyen szavokat. Mert azt hiszem, hogy ez mégiscsak közelebb volt szerintem a valósághoz. És hogy ilyennél vált a világ. Igen. És van egy másik, harmadik, negyedik fideszes ismerősöm, aki egész magasan van ebben a megmondó világban, és nem a Deák Dani, akivel most országos cimborát lettünk hirtelen, hogy ő is rám írt, tudom, egy-két hónappal ezelőtt, hogy milyen jó volt, amit írtam. És mondtam, hogy visszaírtam neki, hogy múltkor én is olvastam tőled egy jót, mondom, figyelj, én megdicsérlek egy cikkben. És te? Hát, hogy ő meg tud engem dicsérni egy cikkben? És nem. És szerintem itt van a választóna, hogy én leírhatom azt, hogy bármit. Tehát én leírhatom azt, hogy Bajár, nem róla van szó, hogy Bajár Zsolt most nagyon beletalált, most nagyon ott volt, és nézzél. De soha nem történhet meg egy olyan cikk, hogy azt mondja valaki, hogy ebbe van valami, vagy egyáltalán. És nekem ez nagyon fontos, hogy válasz a fiamnak, hogyha nézni, hogy most így eszembe jutott, hogyha lenne ez az időgép, és mégiscsak vissza lehetne pattanni oda, amikor én eljövök az MT-ből, akkor mégiscsak eljönnék az MT-ből. Nem volt jó biznisz, de összességében végül is megszületett ez a regény. Az mégiscsak valami. Amit mondtál, hogy ezt kellett volna válaszolnod a harmadik fideszes ismerősödnek, vagy a második, hogy mi a francnak is szólt ilyen szarpiákat, ez akár egyébként a kutója is lehetne. Itt két olyan embert látunk, akik vagy a hatalom szarpiáját vissza, vagy egyébként ennek a fajta ilyen, hát ez ilyen igen, nyomorhatári szarpiákat vissza. A kettő validán fogra valószínűleg azonos egyébként, csak egészen más naposságot okoz. Igazából az lenne a még egy ilyen kérdésem, hogy hát itt két összefonódó sorsot látunk, azért bár ez igazából végig nem derül ki, hogy és milyen formában fonódnak össze, hogy mennyire látod azt, hogy a van egyfajta én áldozati vásztatásnak nevezném, ami ugye eluralkodott itt, főleg most a választások után mindenféle vélemény szubkultúrában, hogy a fogalmatlan vidéki szavazó az, aki megint 4 évre elkúrta nekünk, aki miatt egyébként nem tudunk kimozdulni soha ebből az egészből. Mennyire látod azt, hogy nem a felelősség kérdését, mert a személyes felelősség az elég világos,
hogy ez az összjáték, ugye nevezzük úgy, hogy választópolgár és választható, vagy politikus, vagy politikai aktor, vagy alakítás, politikai alakító, megmondó ember, stb. Között, hogy ez megtörhető. Bármilyen irányban, tehát most nem arról beszélek, hogy a NER megtörhető úgy, hogy a Fidesz szavazók lebomlanak, és ehhez kapcsolódó, hogy képzelted a történetet, már ez ugye nem spoilerezés, a Nokedli után. Tehát nyilván eltöprengtél azon, mert hát ez se spoilerezés talán, hogy nincs egy konkrét válaszunk a regény végén, hogy merre megy Magyarország ezek után. Eleve nem foglalkozol nagy kérdésekkel és nagy válaszokkal, ebben szerintem pont ezek a mikroképek az igazán erősek. Tehát, hogy ilyen hétköznapi a dolog, hogy hát akkor most megint én is leegyszerűsítem egy mondatban, amit összevartyogok, de látsz ki utat? Ja. Milyen furcsa, hogy ezt pont te kérdezett tőle. Kérdezz meg te is tőle. Egyetetlenül át a világ. Én nem tudok válaszolni. Arra tudok válaszolni, amit az elején kezdtél kérdezni, hogy ugye én elmentem szavazatot számlálni, és Porcsalmára mentem, ami az egyik lehető legtávolabbi pontja Magyarországon Budapesthez képest, és én azt gondoltam, hogy van egy képem a vidékről, és valóban van is egy képem a vidékről, de hogy adtam, pont az a választókör, ahova én bekerültem, az a helyi cigánytelepnek is a legrosszabb részét vette le. Ezért, amivel ott szembesültem, az nagyon mélyen elgondolkodtató volt, és nagyon könnyű lenne azt mondani itt a történet, hogy ennek az élménynek a hatására, úristen, ezek a valóban fogatlan és valóban fogalmatlan, szó szerint analfabéta tömegek szavazzák meg a Fidesz, hiszen ezt láttam. De közben pont, hogy nem ez lett a végkicsengés bennem. Jó, az első nap a sokkos volt, de aztán utána sokat gondolkodtam rajta, hanem inkább az, hogy ez kicsit pátoszos lesz, de tényleg ez volt a fejemben, hogy egy politikus igazából lehetne jó fej is, ne? Jó, tehát erre most te nem állsz. De hogy megtörténhetne az, hogy egy politikus azt mondja, hogy én basszus, mégiscsak jobbá teszem ezt a tárgyat. Megpróbálom jobbá tenni, nem? A mindegyik ezt mondja. Oké, de mondjuk komolyan is gondolja. És valahol itt válna el az én fejemben, tudom, hogy ez nagyon naív, de hogy ki az, aki egy opportunista geci, és ki az, aki valóban államférfi, vagy államférfi akar lenni, hogy... Vagy államnő? Bocsánat. Vagy állam akárki, ugye? Hogy ezeken a tömegeken van, hogy nekik van, hogy rajtunk segíteni, hogy együtt velük, hogy ott megtolni a dolgokat. Mert én amikor még ilyen megtiszta jobboldalinak gondoltam magam, akkor úgy képzeltem a társadalom, mint egy piramist, hát milyen vagyok úgy képvide, és hogy a tetején van az elit, az alján van a szegényebb népsor, dolgozom rétegek, és mi jobboldaliak azt gondoljuk, hogy van ez a polgári középréteg. És ezt a polgári középréteget kell segíteni, mert az elindul felfelé, értelemszerűen tolni fog az elejét is, de fog húzni fogja az alját is. És a piramis a végén levegő a levegőbe. De hogy most már teljesen más gondolok, ez a piramis ez megszűnt létezni, nem, néha már ilyen baloldali gondolatok is szerintem becsúsznak a fejembe sajnos. Ez miattad egyébként pedig figyelmeztettek, amikor elkezdtük a szabadfogást. Konokkal vigyázz, azt mondta, Borófai Gábor mondta, konokkal vigyázz, igen. De hál' Istennek, hogy Pörzsét jobban megfertőzted. Azért azt soha nem fogom elfelejteni, amikor belecsúsztam abba a beszélgetésbe, hogy áll Pörzse a bárpultnál is, azt mondja neked, hogy bazd meg, Konok, én most már tudnék veled egy sört inni. És ez milyen rég volt? Igen, ott indult el a Jobbik néppártosodása szerint. Szóval, hogy... de elkanyarodtam. Ez ilyen menekülő út volt igazából. Ezeket a szabadfogás kötött fogás sztorikat mindig elő lehet húzni, amikor az ember zavarban van. Miért vagy zavarban? Mert erre van kiút, nincs kiút, mit gondolok, igazából nem nagyon tudok válaszolni. A hét páros napja én azt gondolom, hogy igen, pár, akkor meg azt, hogy nem. Akkor térjük vissza itt még a néppártosodásra, meg a piramisra. Ez a figura, ez a talján, ez dönthetne úgy, hogy jó ember lesz? Van még döntése? Van még választása? Most ilyen egzisztencialista szempontból kérdezem. Van ezeknek az embereknek még, ha úgy tetszik, jövőjük, azon kívül, ami most történik? Hát ugye ez a kérdés akkor nem a regényre vonatkozik. Nem, inkább szerintem...
Hát van, de igazából meg már nincs. Mm. Tehát persze, lehetne mindig ez a fel lehet állni. Tehát biztos sokan vannak közületek, akik már felmondtak egy munkahelyen. És az ember, amikor felmond egy munkahelyen és visszagondol, mindig látja azt, hogy 2 évvel ezelőtt volt az a pillanat egyébként, amikor meg kellett volna ezt tenni. Mindig ott van. Persze utólag valami könnyű okosnak lenni, meg bátornak lenni. Visszamenni. Hogy már nem nagyon van szerintem. Tehát, hogy lehetne, csak akkor nem tudom, akkor el kell menni gazdálkodni valahova, vidékre, vagy ami egészen mással foglalkozik. Tehát, hogy az ember újságíró lett, még hogyha rossz újságíró lett, vagy propagandista is lett, mégiscsak volt benne valami szándék ott az elején, hogy ő a világgal kezdjen valamit, hogy a saját képére, nem is tudja formálni, de legalább azt a képet tükrözze, vagy mondjon valamit az embereknek, vagy közöljön valamit a világról, vagy megpróbálja megmagyarázni. És ők hisznek ugyanígy ebben, én azt gondolom, persze nem gondolkodhatom az ő fejükben, de ebből ők már nem tudnak kiszállni. Tehát vagy itt most már a világban vagy kormánypárti újságíró, vagy kormánypárti újságíróként, vagy nem vagy újságíró. Nincs. Nincs alternatíva, nincs másik. És van-e alternatíva a másik figurának? Hát ott aztán pláne nincs, szerintem. Tehát azok a kiszolgáltatott emberek, akiket én így ismeret amúgy is, meg mostanában is megismertem, hát ott nincs. Tehát az nagyon sokszor van, amikor találkoztunk ilyen közéleti beszélgetéseken, és elmondtuk ugyanezeket a dolgokat, hogy igenis egyéneként kell bátornak lenni, meg csak úgy tud is közösen, mégis összefogni valamit, kezdeni a kis településeken is. Mindig azt kérdezték, végighallgatok, és aztán nagyon okosak volt, ez gondolom, éli jó fasza. Azt mondja meg nekünk, hogy ki fog minket megvédeni. És akkor ott ül az ember, néz szembe ezekkel az emberekkel, akik szeretnék, hogy ne olyan legyen Magyarország, mint amilyen, de messziről nézve ugyanúgy benne vannak ők is egy pici kis téglaként, vagy habarcsként, kinek mi a szerepe, és ugyanúgy épül általuk meg rajtuk keresztül is az a NER-nek nevezett akármi. És nem lehet azt mondani nekik, hogy hát te most legyél egyedül. És azért mondtam itt az elején is, hogy mindig ezekből az egyéni kis, hát nem is gyávasan, kompromisszumok ezek, nem tudom, még ezekből épülnek fel ezek a nagy és masszív falak, amik aztán utána az a rák felé, hogy mindenkit bezárva. Tehát hiába én csak egy pici kompromisszumot kötöttem, mégiscsak hozzáteszem valamit, és aztán ott van, és egy idő után már olyan erős, és már annyira nagyobb, mint én, hogy már nincs kiút, és már nem süt a nap se. És akkor ott van az, hogy na, akkor mi történik. Akkor elkezdünk abban, nem mi kezdünk el. Az ellenzék elkezd abban reménykedni. Na majd az infláció megold, de mindig megoldja, hogy volt, nem? Eljöttünk. Na a Covidot már biztos nem érjük újra az a rendszer. Tehát, hogy jó, ezt a variáns már tudni, mert ez még jobban bizonyan. Itt ez még halálosabb. Na, majom hívjú, ha az nem van, akkor semmi sem. De hogy közben mi mit tennénk bele? És ilyen szempontból még egyszer visszatérve az időgépes képre, hogy az én lelkismeretem az tiszta. Már egy ideje. Egy darabig tiszta volt, mert azt gondoltam, hogy tiszta. Volt egy időszak, amikor nem volt annyira tiszta, és most egy időn megint tiszta, ilyen szempontból, közéleti szempontból. Hogy mi azt csináljuk, ami a dolgunk, a hivatásunk? Küldetést szóta nem használom. És ez valahol jó érzés. Hogy ezt igazából meg nem cserélni már semmiért. Na, szerintem ez szép és optimista végszó, mert úgy látom, hogy nagyjából lejáróban van az időnk, még nem tudom, valami még vidámabbat, vagy még valamire mutatóbbat szeretném mondani, amire nem kérdeztem rá, és a sörről, és hideg. Nem tudom. Kérdések legyenek, ezt nem beszéltünk. Semmit nem beszéltünk meg előre, az a probléma. Én nem tudom, hogyha esetleg valakinek van kérdése, szerintem. Kérdése hozzáfűzni valója szerintem még 2-3 percünk, 4-5 percünk talán van, és nem dobnak ki minket. Köszönjük szépen. Nem muszáj ám valaki. Ja, nem, ez mindig a legkínosabb pont egyébként, tudom. De emlékszettől is érem, hogy oldottak fel ezt. Ültünk ott, és valami nagy csend volt, egy ilyen kötött fogás extra után, és hogy akkor bárki kérdezett, és mindenki gyűlt, és várt, és azt mondta a pörzse, hogy ő volt egy ilyen vidéki közönség találkozón, jobbikosként,
és hogy ott is mindig az első kérdés volt a legszarabb, a legutább, de hogy utána beindultak a dolgok. Na, ki szeretné az első kérdés? Aztán a következő ilyen kötött fogás Excel a Pörzsön ezt úgy oldotta meg, hogy amikor ő volt a műsorvezető, és a kérdésekre került a sor, akkor szerintem te nem voltál ott, akkor tehát így leállt a kamera, és akkor Pörzsön. Úristen, lopják az autómat. Fölpattant és elszaladt, és meggondoltam. De ott voltam, egyébként tényleg lopták az autóját. Amint hogy nem lopták az autóját, csak a Duden. Valaki ráült az autójára. Tíz idő elváros. Hát nem tudom, akkor... Akkor elengedjük a kedves közönséget, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Hát is köszönöm, Péter. Én már köszönöm, hogy beszélgethettem veled, meg olvashattam. Nagyon jó szó.